Büntettel mindig 338. bölcs első bekezdésében, meghalt ez a cselekvőségnél temelt vádlott felmenti. A budapesti rendőrkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán 0140 per 16.972-as bírószáma folyamatban volt büntetőjben lefoglalt, és 2020. augusztus 23. napján felvett T kötőjel 727 per 2020-as számú bűnjegyzi, egyes kételszámot kezdett eddet a DVD, 2020. augusztus 25. napján felvett T727-ben 2020-as számú bűnjegyzik egyes kételszámot kezdett eddet a Vápár 4-es lap feliratta, 2020. augusztus 26. napján felvett T727-ben 2020-as számú bűnjegyzik egyes kételszámot kezdett eddet a CD, a 2020. augusztus 24. napján felvett T727-ben 2020-as számú bűnjegyzik egyes kételszámot kezdett eddet a Blu-ray lemez, a 2020. augusztus 25. napján felvett T727-ben 2020-as számú bűnjegyzik egyes kételszámot kezelt egy darab Blu-ray lemez, valamint a 2020. augusztus 21. napján felvett T727-ben 2020-as számú bűnjegyzik egyes kételszámot kezelt egy darab DVD lefoglalását megszünteti, és a dolgok iratok között történő kezelését rendeli el. A büntetőeljárás során felmerült 517.332 forint bűnügyi költséget.
nem véletlen, hogy tehát a banknak fogalma nincs arról, hogy ez milyen ügy. De annak idején azért próbálták őket megkeresni, hogy van-e valamilyen olyan külső kamerájuk, amely esetleg bemutathatta a vádlottat, akkor eltekült, mert igazából érdemi kapcsolat a rendőrségnek a bankkal nem volt. Tehát a bank biztonsági szolgálata számára ez nem volt egy esemény. Ami még szintén számít a bíróság álláspontja szerint, és itt utalnék az előbb említett határozatokra, amelyeknél az mindig kiderül, hogy, tehát, hogy ahhoz, hogy komoly félelmet keltsen, tehát hogy ez egy megalapozott félelem legyen, mindig kellene olyan térbeli és időbeli utalások, ami komolyan vehetővé teszik ezt a hivatkozást, ezt a közbeszédre való hivatkozást. Tehát a tétben időbeli utalások azok, amik valószínűvé teszik, hogy bizony be fog következni a közbeszéd. Ha a közbeszédnek az emlegetése az mellőzi ezeket a tétben időbeli utalásokat, akkor nyilvánvalóan nem vehető komolyan, mint fenyegetés. Tehát, és akkor itt idéznék ezekből a határozatokból, tehát ez az ítélő tábla határozata, itt a másik határozat, amire a bíróság hivatkozik. Ezekben egyébként mindkét cselekményben megállapították a vádlott felelősségét. Az egyik esetben egy csoport becsomagolt fakockákat helyezett el azonos időben több pénzintézet ügyfélterében, és ott azt állapították meg az eljárásbíróságot, és az ítélőtábla, hogy itt ezt komolyan lehetett, mert nem lehetett látni, hogy mi az valóban a bank biztonsági szolgálata, azonnal meg is mozdult, hívtak a tűzszerészeket, tehát a tűzoltóság, tehát a rendőrség, először a tűzoltók vizsgálódtak, és a másik eset, ami annál komolytalanabb volt, de azért mégiscsak teljesen eltérő, a miénkhez képest ott pedig bemendel alatt a magas, azt állította, hogy bomba van a cipőjében, és a biztonsági szolgálat többször kérdésére is azt válaszolta, hogy tehát ez bizony egy bomba. És hogy hogyan fogalmaznak a határozatok, amiket hivatkoztam. Tehát jó, a nyilvánvalóan komolytalan, viccelődő közbeszéd bekövetkezését jósló tényállások nem valósíthatnak meg bűncselekményt. Fenyegetéssel kapcsolatban, amikor rögzített a piac szívőben lévő bombára a hivatkozás, az nem abszurd. Tehát minden olyan látszatkeltés, amely nem kifejezett kényközésre utal azokra a valóban és láthatatlan eseményekre, körülményekre, amelyek a közlés címzetében azt a képzetet keltik, hogy a bomba jelenlétének fényével kell számolnia. Tehát ez az, ami alkalmas arra, hogy komoly félelmet kiváltó közbeszéd bekövetkeztére utaló közlés legyen. Tehát amikor van realitása annak, hogy ez a közbeszéd előáll, a jelen bíróság álláspontja, hogy az ehhez szükséges térbeli és időbeli utalások hiányoznak a plakát szövegéből. És akkor még, hogy csak hogy kifejezetten a plakáttal foglalkozó szövegrészt is felolvassa. Tehát ugye abban az ügyben, amiben a külsősorban a fővárosi ítélőtábla döntött, ott is a vélemény nyilvánítás szabadságának a megnyilvánulásaként hivatkoztak a fakockák, becsomagolt fakockák elhelyezésére, és ezzel kapcsolatban a következőt rögzítette határozatán az ítélőtábla, hogy itt a példákra figyeljünk majd.
Tehát egy kicsit eltérje vádlottan nem kizáros célja volt a közbeszéd magában, vagy egy cselekmény elkövetése, hanem azt a bankok ellen a hitelezési gyakorlatuk mellett fellépést is fel akarták hívni a figyelmet. Ezt a célt azonban nem a vádlotti védekezés szerinti véleménynyilvánítás megengedett eszközeire, például plakát kihelyezésével, tüntetés szervezésével, újságcikk megjelentítésével, médiaszerepléssel próbálták elérni, hanem a büntető törvény követők között cselekménye, amit a határát, az a határát jelenti a véleményben, és alkotmás alapjogának. Hát itt nyilvánvaló, hogy a plakát, illetve az azon megjelenített szövegek, képek, azok megengedett eszközei a vélemény nyilvánításnak, pontosan azért, mert hogy önmagukban, vagy önmagában egy plakát nem alakítja ki azt a képzetet az emberekben, hogy próbálunk még becsomagolt tárgya, vagy egy húsvérember, aki a ruházatára hivatkozik, az erre bőven alkalmas jelenetében a plakáttal. Tehát a bíróság a BL 566. paragrafus első bekezdésének alkalmi alapján, mert hogy nem bűncselekmény a pártban leírt magatartás, de bűncselekmény hiányában mentette fel a vádlottat. Azt csak hozzáfűzi a bíróság, hogy ezzel ellentétes következtetés esetén is. Tehát azt mondta volna a bíróság, hogy a BTK államnál 38.1 büntetendő cselekmény tényállási elemeit kimeríti a valóságban a vádlott által megjelentett kifejtett cselekvőség, abban az esetben pedig a BTK 20. paragrafusának második bekezdésében foglaltak alapján büntethetőséget kizárólagból az 566-1 D-pont alapján mentette volna fel a vádlott, amire a vádlott nem jogász, tehát hogyha azokban az emberek, akikkel közösen nyilvánult véleményt mutatnak neki ügyészségi, rendőrségi határozatokat, hogy nyilvánvalóan alaposokkal következtethet arra, hogy nem fogja a büntetőjogi felelősségre vonás követni az ő megnyilvánulását. Tehát nagyon röviden ez a bíróságnak a döntése. Azt kérdezem először, Veles Istvántól, hogy nagyjából értette, hogy miért mentett a bíróság. Igen, megértettem, hogy értette a bíróság. Akkor